Krishna nevét Indiában mindenki ismeri. His message in the form of Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita-ban foglalt üzenete a világirodalom egyik legnagyobb lelki tanítása. A hívőknek a legfontosabb célja az, hogy örömöt adni másoknak. Mi ezt úgy látjuk, hogy ha transzendentális tudás, emberek önmagukat meg tudják ismerni, akkor boldog lesznek. De emberek szenvednek. És ezért mámorítószer szednek, éheznek. Ezeket a helyzeteket mi kezeljük, ami ételosztásunkkal beszoktatni fiatalokat, a mámorítószerekkel. Nagyon nagy probléma a mai világban az, hogy bár a természet folyamatosan ontja a fogyasztásra használatos élelmiszereket, mégis azt látjuk, hogy a világ egyik felén, hogy vannak kontinenseken belül olyan különbségek, hogy talán az élelmiszer 40-60%-a is a kukában köt ki. Egy másik területen pedig az emberek nagyon nagy része éhezik. Lakásunk van, pénzünk nincs. Mindig, mióta módomban van, azóta a családom, feleségem és én támogatjuk a rászorulókat. Ebben szeretnénk mi egy eszköz lenni, hogy megtaláljuk azokat, akiknek van mit felajánlani, és eljutassuk azokhoz, akik szűkölködnek. Számunkra a környezetvédelem az nem csak egy jelmondat. A közösségünkben 130-an élnek, és ehhez szükséges zöldséget, gyümölcsöt, gabonát, tejet, tejterméket meg tudjuk termelni. Zöldségből, gyümölcsből fedezi az éves szükségletét a közösségnek az itt megtermelt mennyiség. Gabonából több mint 10-szeres túltermelésünk van. A megszerzett tapasztalatok átadására sok lehetőségünk van. Krisna-völgyben jelenleg 30 ezer turista látogat el évente, akiknek nagyon nagy része azért látogat ide, hogy a hagyományos ökológiai gazdálkodást megnézze, akár tanulmányozza. A Krisna-völgyi általános iskola, ami itt mögöttem látható, egy szempontból ugyanúgy működik, mint bármelyik másik hagyományos általános iskola. Én nagyon szeretek olvasni, és sok könyvem van. Viszont van több különbség is abban, hogy hogy működünk. Egyrészt egy vallási alapokon nyugvó tanítást adunk át, illetve mivel egy biofarmon élünk, ezért hát az önfenntartás is egy fontos része az oktatásunknak. A gyerekeknél megfigyelhető, hogy ők nagyon szeretik a lelki kultúránkhoz kapcsolódó történeteket, játékokat, de természetesen van bicikliük, tehát hogy így a kettő együtt ötvöződik. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán két BA alapszak van, Vajsnava teológia, ahol jelen pillanatban 150 hallgató tanul, és Vajsnava jógamester, ahol pedig 120 hallgatónk van, nappali és levelező tagozaton. Magyarországon hagyományosan nagy az érdeklődés India és India kultúrája iránt, hiszen a jógától kezdve, az indológiától kezdve nagyon sok magyar tudós volt az, aki ez iránt érdeklődött, de a hétköznapi életben is rengeteg jogaklub van már, nem csak mostanában, hanem már a századfordulótól kezdve. Indiával meglehetősen erősek az oktatási kapcsolataink is, hiszen több indiai egyetemmel van affiliációs szerződésünk.
védikus tudás képviselőjeként a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetét a világon mindenhol elismerik. Nagy szolgálatot tesznek az egész emberiségnek azzal, hogy terjesztik a béke, az egység és a harmónia üzenetét. Miért van szükség keleti vallás magyar társadalomba? Igazából vallásnak nincs kelet, nyugat, észak, dél, vallás az vallás. Boldogan élünk itt Magyarországon, egy nyitott demokratikus országban, mert a fő célja a Krisna tudati mozdalomnak, amit emberek felfognak, hogy mi itt vagyunk adni.